Sziasztok, újra! Most már a decemberi havilogra jelentkezem, és hát ja, elérkeztünk az év utolsó hónapjához. De hát ebben az évben nem is történt olyan túl sok minden, de hát ez egy ilyen év, de nem is erről akartam beszélni, hanem most így erről a hetemről akartam egy kicsit mesélni. Először is azt hiszem hétfőn még kutyát fürdettem, mert kedden meg már fotóztunk, és Lunát fotóztuk. Idén is naptárat fogok kapni karácsonyra, és ebben a naptárban az én fotóim vannak, amit Lunáról készítettem. És most hát nagyjából megvoltam a naptár képekkel, úgy kb. Novemberig. Decemberi fotót meg nem nagyon találtunk, mert nincsenek olyan nagyon karácsonyos képeink, úgyhogy kitaláltuk, hogy csináljunk egy fotózást. De mivel nem vagyok profi fotós, és nincsenek hozzá különösebb eszközeim, ezért például a hátteret egy takaróhúzatból csináltam meg, azt tettük fel egy partvisra felhúzva, és kitámasztva az ajtókilincsen, meg a szobaénason, úgyhogy ez tök poén volt, meg jó, amikor így az ember meg tudja oldani házilag is az ilyen dolgokat, és majd láthattok is erről videót, amíg erről beszélek, hogy hogyan alakultak itt a dolgok, tulajdonképpen semmi extra, de szerintem egész jól mutatott, és jobb, mint hogyha csak így simán a fal előtt ült volna. És amikor odaraktam a dolgokat, akkor Maci is nagyon érdeklődött, hogy mi történik itt, és gondoltam, hogy ó, akkor csináljunk már róla is képeket, de amikor feltettük rá a kis sapkát, meg beirányítottuk a képnek a közepére, hát az már neki nagyon nem tetszett, és egy csomó olyan fotó lett róla, ami nagyon szomorú feje van, meg ilyen rohadjon meg az egész világ feje van, úgyhogy hát Maci nem annyira fotogén, viszont Lunáról meg tök jó képek készültek. De úgy olyan jó, hogy lesznek megint kinyomtatott képek Lunáról, meg amúgy is, mert hiába szoktunk fotózni, azért nekem nem nagyon vannak kinyomtatva a képeim. És most meg 12 is ki lesz nyomtatva egyszerre. Aztán szerdán és csütörtökön pedig anyám itt volt, és körmöt építettem neki. Hát igen, két napig csináltam, de jó, mondjuk délután jött, és sietni kellett haza neki, mert azért messze lakik innen, és sietni kellett haza a kijárási tilalom miatt. Úgyhogy kicsit el is siettem már a vége fele, meg nem is voltam teljesen megelégedve vele. De hát, ja, az első műkörmét megcsináltam, úgyhogy majd ha fejlődök, akkor neki is biztos jobban meg tudom csinálni, magamnak meg már tök jó, szóval csak hát lassú vagyok, ez van. Ma meg elég sok helyen voltunk már, és nem is tudtam aludni este, szóval nagyon fáradt vagyok, mert ma volt Lunának a műtétje, amivel eltávolították a szájából ezt az Epulis nevű daganatot. A műtét jól sikerült, minden rendben van, csak még egy kicsikét ilyen kába a kutyus, meg olyan fura, de a saját lábán jött haza, tehát jól van csak. Csak kicsit, mintha be lenne szívbe, vagy nem is tudom. Csináltam erről a daganatról is előtte-utána videókat, nem annyira undi, meg nem annyira véres, meg ilyenek, szóval nyugodtan megnézhetitek, szerintem ezen senki ne fog különösebben kiakadni. És reggel 9 körül adtuk le a kutyit a műtétre, és valamikor 1:30 körül mentünk, érte vagy később, szerintem 2 körül, nem tudom. De szegény elég sokat várhatott ott bent egy ilyen kis ketrecben, úgyhogy tökre sajnálom szegény, de hát most ez van, nem tudtunk ott várni, mert hát tényleg nagyon sok idő telt el, meg nem volt megadva az időpontja, hogy mikor lesz a műtét, hanem hogy hát majd a sorra kerül, mert sok műtét volt mára, és akkor biztos voltak csúszások is, meg még esetleg bejöhetett tesós műtét, nem tudom, de hogy így eléggé sokat volt bent. És addig mi meg egy csomó mindent elintéztünk, posta, meg bevásárlás, meg ilyenek. Reménykedtem, hogy találok jó kis karácsonyi ajándékokat, vagy valami bármi ötletet egyáltalán, de nem igazán láttam semmit, ami úgy megfogott volna. Meg legalább átvettünk egy csomagot a postán, amit már vártam, egy tök szép ruha, de még nem próbáltam fel, kicsit félek, hogy milyen lesz, meg hisztam is egy icipicit, úgyhogy most egy kicsit ez így... És itt újra, eltett néhány nap már Luna műtétje óta, és teljesen jól van, bár most éppen nyüszög, de mindig ezt szokta, ha elkezdek videózni, nem tudom miért. Na, és hát ugye műtét utáni egy-két napban még egy kicsikét nyűgös volt, de igazából nem kaptunk az orvostól fájdalomcsillapítót, hogy azt kapja, szóval nem tudtunk a nyűgösségével mit kezdeni. És puha kajákat is kellett tenni, hogy ugye a szájában egyrészt a foga helyével ne legyen gond, másrészt pedig a daganat helyével se legyen semmi probléma. És még sütöttünk is neki kekszet, amiben alma van, joghurt van, meg fahéj, meg ilyenek, szóval minden összetevője olyan, amit egyébként mi is megehetnénk, meg hát emberi fogyasztásra abszolút alkalmas, csak mivel nincsen benne túl sok íz, meg cukor, meg ilyen édesítős dolog, ezért nem annyira finom.
de neki ízlik, úgyhogy majd karácsonyra is kap belőle, meg most így ezt csináltuk neki, hogy biztos jó kedve legyen. És vartam neki egy új kendőt is, és magamnak is vartam egy maszkot, ami tök vicces, mert múltkor kinéztem a rövidáru boltban egy ilyen pókos mintájú anyagot, és meséltem anyámnak, hogy ebből fogok maszkot csinálni. Erre küldött egy képet, hogy ő meg ilyen maszkot vett, és hát mennyi volt erre az esély, hogy pont kinőtt vesz. Luna kendője meg tök vagány egy ilyen rózsaszínes alapon koponyás minta, bár amúgy karácsonyi mintájút akartam neki szerezni, de az most nem volt a rövidáru boltban. Na, a mai napra viszont azt terveztem, hogy gyorsan átugrok a pólusba vásárolni. Karácsonyra igazából semmi ötletem nincs, mert idén valahogy nincsenek ötleteim. Ráadásul Mikit is kérdeztem, hogy és mit adjak neked karácsonyra, és nem tudott mondani semmit, pedig általában szokott lenni neki is ötletem, meg nekem is szokott lenni ötletem, de most így mind a ketten így semmi. Úgyhogy körbe fogok nézni, hát ha találok valami jópofa dolgot, de végül is beszéltük azt is, hogy kéne még Degut örökbe fogadni, mert szegény eperkénket sajnos nemrég elveszítettük, és egyedül maradt a két pici, vagyis hát együtt vannak, de ők többen jobban érzik magukat, úgyhogy beszélgettünk Degu örökbe fogadásról, viszont az azért nem fog most összejönni, mert nincsen a kívánságunknak megfelelő Degu a mentésnél, mert azt mondta a csaj, aki ezzel foglalkozik, hogy jó lenne a mi lassan egy éves deguink mellé baba degukat örökbe fogadni, úgyhogy várni fogunk még egy darabig, hogy legyenek babák, és akkor tudunk babákat örökbe fogadni melléjük. Szóval ezt most így nem tudjuk karácsonyra megoldani, hogy most akkor ez direkt így karácsony ajándék legyen. Tényleg ki kell találnom valamit, most így elindulok, és körbenézek, hát ha lesz valami, ami megtetszik. Bár amúgy rendeltem valamit, ilyen kis apróságot AliExpress-ről, de hát nem igazán érkezett még meg, és nem is biztos, hogy meg fog érkezni még ebben az évben. És gondoltam, még nem mutatom ezt a ruhát is, amit múltkor mondtam, hogy rendeltem. És így néz ki. Még ilyen tök szép medál is van hozzá, egy ilyen masnin, amit rá lehet biztos tűvel csatolni ide a nyakrészre. Ja, meg itt van feltéve most már a névnapokra kapott ágynemű szettünk is, szerintem tök jól néz ki ez is. Egészen fényes mintája van. Amúgy egy kicsikét bűntudatom van a ruha miatt, mert mostanában több dolgot is vásároltam magamnak csak úgy, mert miért ne. És ezek miatt eléggé bűntudatom van, de rájöttem, hogy miért, és nem csak azért, mert hogy pénzt költök és úristen, hanem azért is, mert gyerekkoromban akármit szerettem volna kérni, szinte mindig könyörögnöm kellett anyámnak, hogy na, légy szíved, meg légy, és akkor akár napokon vagy heteken keresztül könyörögtem bármiért, és amikor végre megvette, akkor általában úgy jött oda, hogy tessék, de nem érdemled meg, vagy nesze, vagy jó, tessék, itt van, de csak akkor, hogyha kijavítod ezt meg azt a jegyet, vagy ha ezt meg azt megcsinálod. És akkor is általában volt egy ilyen tök rossz érzésem, ha kaptam valamit, hogy jaj, hát én ezt nem érdemlem meg, meg hogy nem is lenne szabad, hogy ez nekem most meglegyen, meg ilyenek. És ez így valahogy megmaradt felnőtt koromra is, de nem csak akkor, hogyha mástól kapok dolgokat, hanem ha magamnak veszek valamit, és úgy érzem, hogy jaj, hát én ezt meg sem érdemlem, meg nem vagyok elég méltó ahhoz, hogy ilyet kapjak. Úgyhogy ez elég fura, hogy megmaradt ez ennyire bennem mégis sok év elteltével is. És mindig eszembe jut, amikor például adok valamelyik állatomnak jutalomfalatot, de lehet, hogy éppen nem érdemelte meg, mert előző nap valami rosszat csinált, és ha úgy adom oda, hogy na tessék, de nem érdemled meg, akkor mindig így elszégyellem magam, hogy jaj, hogy mondhatok ilyet, hát nekem is ez milyen rossz érzést okozott mindig az életemben. Viszont szerencsére őket meg nem zavarja, mert hát állatok és nem értik, hogy mit mondok. De akkor is ez így nyomasztani szokott, hogy jaj, ezt most nem kellett volna mondanom. Meggondoltam, ezt így elmesélem érdekességként, meg hogy ne essetek bele ti is ebbe a hibába, mert eléggé mérgező mondat. Most pedig megyek akkor a karácsonyi vásárlásra, mert már nincs olyan sok időm. Elcsesztem az időmet készülődésre és videózásra, meg videónézésre. Hát hello! Megvolt tegnap előtt ez a kis bevásárlásom, de sajnos úgy érzem, hogy nem jutottam sokkal előrébb, úgyhogy szerintem még ma is el fogok ugrani. Közben eszembe jutott egy-két apró ötlet, mert például Mikinek van itthon egy ilyen
mackó nackója, de konkrétan annyira szét van hordva, hogy olyan, mint a kb. Egy csövesről rángatta volna le, úgyhogy lehet, hogy megpróbálok neki keríteni egy új nadrágot, de hát nem tudom a férfiaknál mi az, hogy ennyire ragaszkodnak az agyon hordott ruháikhoz, remélem sikerült találni. Amúgy ma voltam optikusnál, és új próbakontaktlencsét kaptam, nem tudom, hogy ezt mondtam-e múltkor, hogy voltunk és beszéltünk az optikussal, de pont most szül a feleség, úgyhogy nem volt benne, de a lencsét megkaptam, és már hordom is, és tök jó. Csak az volt a durva, hogy szemüvegbe mentem, és maszkba, és eddig még nem nagyon mászkáltam szemüveggel és maszkkal egyszerre. Úgyhogy most megtapasztalhattam, hogy milyen az, amikor nem látok semmit kb. Nagyon durva volt, és szerintem maradok inkább továbbra is a kontaktlencsénél, mert ez a szemüveges dolog brutális volt. Az utóbbi egy évben, mióta megvolt az előző kontaktlencsém, nekem mindig rossz volt a lencse, szóval én az a típus vagyok, hogy nem nagyon szeretek reklamálni, hogy jaj, ez most annyira nem jó, és így az egész évet kb. Úgy húztam le, hogy az egyik szememmel nem láttam túl jól. De annyira nem zavart, mert a másik meg nagyon jó volt, bár túl jó is, mert igazából egy csomószor fáj tőle a fejem, úgyhogy most egy fokkal jobb lencsém van, és majd januárba kell visszamennem. És mivel Miki pont itthon volt múlt pénteken, ezért elvitt az optikába, de úgy magamtól biztos, hogy nem mentem volna vissza, hiába volt rossz a lencse. Szóval, ja, most végre ezt is letudtuk, de most sajnos egyedül kellett mennem, mert Miki ma dolgozik, és vásárolni is egyedül kell mennem, úgyhogy remélem nem lesz migrénem a sok stressztől, meg az ilyen dolgoktól, mert általában ilyenkor szokott lenni, hogyha túl sok ilyen dolgot bevállalok egyedül. De reméljük, hogy most nem. És egyébként megérkezett az egyik karácsonyi ajándéka, de tényleg ez csak ilyen apróság, ami mellé még szeretnék venni dolgokat. Tegnap csináltunk a degukról is fotózást, de azt nem videóztam le. Eléggé gyorsan kell velük dolgozni, mert nagyon gyorsak ők is, és el akarnak menekülni. Úgyhogy ameddig a juti falat a szájukba volt, és azon rágódtak, addig tudtunk róluk képeket készíteni. Ugye a degufotózás eléggé nehézkesen szokott zajlani, de végül is sikerült. És nagyon cukik lettek a képek, sok lájkot kapott a degus csoportban, meg mutattam még az optikus nénének is, akivel most tök jól elbeszélgettünk, és neki is nagyon tetszett, mondta, hogy nagyon cuki állatkák. Gondolom ő nem ismerte őket, hogy annyira, hogy milyen állatok ők. Sokan nem tudják, hogy mi az a degu. Úgyhogy most már tudja. Meg ő is mutatott képet az új kutyájáról, úgyhogy tényleg nagyon cuki az optikus nél, de én ettől függetlenül még félek mindig oda menni. És hát ugye eléggé meggátol ez a szociális fóbia. Pedig egyébként mindenki nagyon kedves szokott velem lenni, és szinte mindenkivel elbeszélgetek tök jól, de hát mégis para. Na mindegy. Akkor most szerintem lassan elugrok vásárolni, van Lunának is ajándékötletem, úgyhogy szerintem azt is megveszem. Végeztem a vásárlással, és szereztem egy ilyen kis rénszarvas szarvat is, úgyhogy azt hiszem, nagyjából megvagyok a karácsonyi bevásárlással. És most jöhet a mézes kalácsház. Milyen furán nézek ki? Na, hát elindult a karácsonyi versenyfutás az idővel, ugyanis még csak ott tartok, hogy 22-e van, de nekem még egy csomó dolgom van, és még csak most fogok mézes kalácsozni, illetve még csak díszíteni őket, de nem is ez a baj, hanem az, hogy a mézes kalács az egy ajándék lesz, mert most nem klasszikus házat vagy figurákat fogok csinálni, hanem egy adventi koszorút, amit egy YouTube videóban találtam, és ennek a videónak még az az érdekesség, egyébként egy régi bobos klántársam, Hertka készítette a videót, meg a mézes kalácsokat, úgyhogy kicsi a világ, most már ő is videózik, úgy tűnik. És magát a tésztát már korábban megcsináltuk, de a kisütés tegnap lett kész, és ma pedig elkezdem a díszítést, de szerintem nem leszek vele kész, mert ez most nem olyan egyszerű minta, meg nem olyan egyszerű az egész, úgyhogy hát remélem, hogy kész leszek időben, mert ma például hajat festettem, egy kicsit takarítottam, meg ilyesmiket csináltam, és nagyon elment az idő. De még szeretném is visszafonni holnap a hajamat, mert még többet takarítani, meg rendet rakni, meg ilyenek, úgyhogy nem tudom, hogy lesz kész minden, meg ma még elmentem egy rendelést átvenni. Timinek egy társas játékot szeretnék adni idén, mert szeretnél társasokat, és igaz, hogy mi ritkán találkozunk, meg általában kettesben vagyunk, de azért ő szokott a barátaival ilyen társasjátékos estekre menni, úgyhogy ezt is akár majd elviheti magával, meg egy kicsit volt ebbe egy önző rész is, mert én is szeretném kipróbálni, és engem is érdekel ez a játék, de hát most tök mindegy, hogy magamnak vagy neki veszem meg, mert szerintem úgyis vele játszanám főleg. Na mindegy, ennek a fény, mint valami glória.
Nem tudom. Egyébként azon kívül, hogy szerdán és pénteken egyedül vásároltam, még vasárnap Mikivel együtt is elmentünk vásárolni, hogy minden meglegyen most már tényleg, de én még ma is bementem két boltba, mert Miki vasárnap este talált még ki valamit, amit megvehetnék neki, de az valószínűleg nem fog összejönni, mert soha nem találok olyat, amit ő szeretne, és anyámat is ráállítottam a dologra, de ő se talált sehol. Úgyhogy valószínű, hogy ez most nem fog összejönni, mert nekem arra már szerintem nem lesz időm, hogy még átmenjek az Ázsia Centerbe, és ott is körbenézem az egész nagy bevásárlóközpontot, úgyhogy ezt majd szerintem valamikor máskor fogom neki megszerezni, de mindegy, ez most így alakult, meg hát ő is miért az utolsó percbe találja ki, hogy mit szeretne. Na de mindegy, megyek most már tényleg folytatom a mézes kalács dolgokat, mert nem leszek kész, és már kezd agyamra menni az egész karácsony, már megint. Mint minden évben, mindig ez van, hogy túl sok dolog van, és túl kevés vagyok egyedül hozzá, és Miki meg dolgozik, úgyhogy nem tud segíteni, szóval, ja, a karácsony eléggé káó. Karácsony van, és éppen arra várunk, hogy anyósomék értünk jöjjenek, és menjünk át karácsonyozni. Nagyjából ugyanúgy fog minden zajlani, hogy tavaly is. Anyám is itt van, és vele fogunk átmenni. És ő most itt is fog aludni, hogy nekem majd este hazamennie a Havannára, ami tök messze van, úgyhogy ja, most itt fog aludni. Én nem sokat aludtam most ezen a tegnapi estén, tegnap előtt, már nem is tudom, tökre összefolynak a napok, mert én egy-két órákat tudtam csak aludni, mert beállítottam ébresztőt, hogy tudjam csinálni az ajándékot. Hát igen, nagyon-nagyon-nagyon sok időt töltöttem ennek az ajándéknak az elkészítésével, és hát nem sokat aludtam, de szinte minden karácsony amilyen szokott lenni, hogy utolsó pillanatban csinálok ajándékot, megszakadok benne, de mindig sikerül örömet okoznom, úgyhogy remélem most is így lesz. Bármikinek nem sikerült olyan extra ajándékot szereznem idén, de nem baj, majd ha eszébe jut, hogy mit szeretne, vagy majd ha nekem lesz jó ötletem, akkor majd pótoljuk ezeket is. És a hajam befonására se volt időm, úgyhogy most így fogok menni. A színe sem tökéletes, szóval... De nem baj, mert van szarvam. Az fontos. És itt újra, most már december 28-a van, és ma letudtuk az utolsó ilyen karácsonyi vendégségbe menést is. És tegnap végre volt időm befonni a hajamat is, úgyhogy most már végre egy kicsit jobban érzem magam a bőrömben. Egyébként a karácsony eléggé jól telt. Mind a három karácsonyi napot anyósoméknál töltöttük. Első két napon még anyám is velünk, és a harmadik napon pedig a szokásos nagy ilyen karácsonyi összejövetel volt. Most 11-en voltunk, és úgy próbáltuk meg Covid biztossá tenni ezt az ünnepet, hogy nem ebédeltünk, amikor ugye összegyűlnénk egy asztal körül, és mindenki közel lenne egymáshoz. Szóval ehelyett csak süteményeztünk, és mindenki távol ült a nappaliban egymástól. Úgyhogy remélem senkinek nem lesz semmi baja. Szerintem vigyáztunk, és nem hiszem, hogy gond lenne ebből. Az ajándékomnak anyám még nagyon örültek. Ugye ők kapták ezt az adventi koszorút, amit én csináltam mézes kalácsból és cukorból. Nagyon szép lett szerintem is, és igazából én se hiszem el, hogy meg tudtam csinálni ezt a cukorhidat, mert annyira bonyolultnak tűnt, vagy hát nem is az, hogy bonyolultnak, de amikor szétesett a cukorhíd még hajnali 3 körül december 24-e hajnalán, az azért kemény volt, és nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog, de megcsináltam, és ez a lényeg. Miki ajándéka is meglett, ő egy nyújtófát szeretett volna, de nem volt mindegy, hogy miért szeretne, ezért nem találtam én itt az itteni boltokba, viszont anyám kb. 2 napot ment, és végül tudott venni olyat, amiért megbeszéltünk, úgyhogy ez ilyen közös ajándék lett. Egyébként itt vannak mellettem még a kis kitűzők is, amiket neki adtam, de ezekről majd mutatok jobb minőségű képet vagy videót, mert így úgyse látnátok túl sokat belőle. És hát igen, most főleg olyan ajándékokat adtam, hogy krém, tusfürdő, meg ilyesmi kisebb apróságok, mert ugye nem voltak olyan nagyon extra ötleteim, kivéve talán ez a mézes kalácsos dolog, illetve Orsi laptopra gyűjt pénzt, és gondoltam, hogy tök snasz lenne odaadni egy kis borítékban a pénzt, úgyhogy én készítettem mézes kalácsból szintén egy ilyen szépen feldíszített dobozkát, és abba adtuk át a pénzt, úgyhogy én voltam a mézes kalácsos doboznak az elkészítője, Miki pedig a pénzt adta. Na de hogy én miket kaptam? Hát azt is megmutatom nektek. Kaptam egy ilyen holdat, egyébként ez olyan, hogy fel lehet tölteni, és akkor 6-8 órán keresztül világít. Úgyhogy nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ezt majd vihetjük valami fotózásra, mert biztos
jól mutatna. Annyira nem látszódik, hogy hold így a videón, csak mintha egy világító labda lenne, de így főleg a textúráján lehet észrevenni. És kaptam Mikitől egy ilyen kézlenyomat készítő készletet, és nem ilyen romantikus, kézfogós dolgot akarunk csinálni, hogy ugye megfogják a párok egymás kezét, beleteszik ebbe a folyadékba, és akkor utána azt öntik ki, ahogy egymás kezét fogják, hanem mi azt találtuk ki, hogy szeretnénk megcsinálni az Addams Family-ből az Izé nevű karaktert, ami ugye csak egy kéz, úgyhogy ezt majd úgy fogjuk szerintem megoldani. Remélem elég lesz, mert én azt olvastam a leírásban, hogy ez gyerekkézhez való. Anyámtól meg például egy ilyen tök jó itthoni meleg mamuszt kaptam, hogy ne fázzon itthon a lábam. Ugye megvan Lunának a naptárja, azt is karácsonyra kaptam. Kicsit sötétebbek lettek a képek kinyomtatva, mint amire számítottam, úgyhogy ha esetleg jövőre is csinálnánk ilyen naptárat, akkor majd figyelni fogok, hogy világosítsak a képeken, mert az én monitorom nem mutatta annyira sötétnek a képeket, mint amennyire a nyomtatásnál sötétek lettek. És kaptunk koponyás, feleses poharakat is. Egyébként vannak már ilyenjeink, de azok műanyagok és színesek, de sokkal minőségibb, hogy most van üvegből is, és kifejezetten tetszik, hogyha szerintem szilveszterkor majd fel is avatjuk. Jó, már ittunk belőle, de na, azért mégiscsak más ilyen nevesebb alkalomkor használni őket, mint csak úgy szimplán egy ebéd mellé meginni egy likört. Na, most már lassan kezdhetünk is készülni a szilveszterre, és Timi velünk fog szilveszterezni, aminek nagyon örülök, mert nem igazán számítottam rá, hogy bármi lesz ezen a szilveszteren, de úgy tűnik, hogy mégis összehozunk valamit, és akkor legalább ki is tudjuk próbálni a társasjátékot, amit neki vettem. A robbanó cicákat, egyébként ez kártyajáték, és remélem, hogy ügyesek leszünk benne, és tetszeni fog mindenkinek. Mikinek vettem még egy ilyen plusz fekete plédet is, mert nekünk ilyen fekete ágyneműink vannak, viszont ő szereti a lábát különbe takarni, és erre egy nagyon színes takarót használ, de nekem nem tetszett, hogy itt a sok fekete cucc között van valami színes, úgyhogy vettem neki inkább egy új fekete takarót. Lunának pedig ezt az aranyos kis denevéres plédet vettem, szerintem nagyon cuki és írtó puha. Meg hát kapott finomságot is, meg a kis kendőt, amiről szerintem már korábban beszéltem. Itt van Tim, és most van új év, és idén is együtt kezdjük az új évet. Már az a teóriám, hogy mivel mindketten szerencsétlenek vagyunk, és együtt kezdtük a tavalyi évet, lehet, hogy mi szabadítottuk a világra a szerencsétlenséget. Nem, egy rendi mars volt. Jó. Megint egy különös szilveszter? És nem vagyunk elég itt a sokkal. Hát nem, de még ez változhat. Ez még változhat, még van idő. Ja.